Figyelj, imádok csónakázni, de most már 2,5 órája keringünk itt. Mit reggeliztél? Sportrobit, energiaszeletet, turmixot. Nekem úgy egyáltalán nem látszik a sebességen. Engem ne firkálj, mert siklásba rakom a testedet az evezővel. De minden esetre, amíg partot érünk, köszöntöm a Pecatúra nézőit, innen a Budapesttől körülbelül 10 kilométerre fekvő Dunavarsányból. Egészen pontosan a Big Carp Lake-ről jelentkezünk, ahol nagy halakkal vártak minket a horgászok. Ezen kívül láthatnak pergetési bemutatót, illetve találkozhatnak egy ifjú titánnal is, hogyha velünk tartanak a következő szűk fél órában. Kettő évvel ezelőtt találkoztunk először, akkor itt még csak egy tó volt és egy pusztaság, azóta nagyon sok minden megváltozott. Mivel kezdtétek a munkát? Akkor döntöttük el, mikor kiszemeltük a vizet, hogy megvásárlásra kerül, mikor kiderült a tóba lévő halállomány, és akkor gondolkoztunk egy olyan tónak a létrehozásába, ami kimondott egy nagy halas bojlistó, akár Magyarországon, de még inkább Európa színvonalon is megállná a helyét. Meg kell célozni azt a réteget is, akik családostól szeretnének eljönni egy ilyen tóra horgászni, mert mint tudjuk, hogy a feleségek, gyerekeknek azért kell a higiénia. Ezért hoztunk létre 5 darab összkomfortos faházat, ami igazából családosoknak is teljesen megfelelő, mert mindennel fel van szerelve, amit otthon el lehet képzelni a saját háztartásba. Kicsit talán a számításainkat is felülmúlta, hogy mekkora igény keletkezik egy ilyen tóra. Az idén például lengyelekkel és angolokkal is írtunk alá szerződést a jövőbeli horgáztatásra, és jelen pillanatban is vannak az 1-es faházon angolok, 5-ös faházon osztrák horgászok, úgyhogy szerintem azért a számításaink be fognak jönni. Vannak magyar horgászaink is, ugye klubtagságon működik a tórendszer, jelen pillanatban 560 magyar klubtagunk van. Köszönöm szépen! Mielőtt megismerkednének a Big Carp Lake rendkívüli ponty és tokállományával, látogassanak el velünk Alsó-Zsolcára, egy hasonló adottságú bányató partjára, mely létrejöttét annak köszönhette, hogy a szocializmus éveiben óriási építkezések voltak Miskolcon. Általában én spitzbotozni szoktam. Az átlag mélység itt a szélében olyan jó 7-8 méter mély, azért muszáj ez a hosszabb bot, mert mindenféle hal általában az alján tartózkodik. Általában keszekfélék, pontyok, egy-kettő, ami bejön ezen a nagy vizen. De én a pontyokat meg mindent visszaengedek, nem viszek el semmit. Nagyon szeretünk idejárni Alsó-Zsolcára horgászni. Nagyon nehéz víz, azt hozzá kell tenni, nagyon nagy mélységekkel rendelkeznek, és én inkább ragadozózni szoktam, süllőzni, csukázni. A nagy mélység miatt rengeteg sülő van benne, és nagyon érdekes, hogy legtöbbször délbe szokott kapni. Lehet, hogy a nagy vízmélység miatt. Úgy általában szokott jönni egy-kettő, de mi szigorúan a Lajos barátommal is visszaengedünk minden halat, mert úgy gondoljuk, hogy így lesz a víznek jövője. Akár pontyot, akár ragadozót. És hát a legjobb csalihal, mint mindenhol itt is, a sneci, bodorka, kiskeszegrá. Hébe-hóba csukát is lehet fogni, de inkább a sülőállomány jellemző erre a vízre. Az alsó-zsolcai házgyárító a szocialista időszakban keletkezett, amikor az innen kitermelt kavics felhasználásával épült a régió több ezer lakása. Medre igen változatos, néhol a 30 métert is meghaladja a mélysége. Sajátossága még, hogy a több évtizedes gyártás során létrejött selejtes betonelemeket a tóba hordták vissza, ami egyedülálló búvóhelyül szolgál a sülőknek, harcsáknak. Halállománya is igen változatos, a gyors folyást kedvelő fajokon kívül minden megtalálható itt, s azokból sem ritka a rekordlistás példány.
Akár tilalom van a pontyra, akár nincs, ezen a vízen leginkább fenekezni érdemes. A csalit attól függően kell megválasztani, hogy milyen halat szeretnénk fogni. Ha keszeg, kárász a célközönség, érdemes kissé finomítani a készségen, s a bojlit, tigrismogyorót felváltja a pufi és a csemege kukorica. Sajnos ott jártunkkor a ragadozók nem voltak étvágyuknál, ám ez a környéken köztudott, hogy meglepően sok süllő él itt, melyekből nem ritkák a 6-8 kilós példányok. Meglepetésünkre itt a tónál egy elismert és ismert szaktekintéllyel találkoztunk, és most nem csak mint horgásszal, hanem egész más szerepben vagy itt. Hát most idén óta a tógazda vagyok itt, az Ánod, és én már régóta porlatok vagyok. Én már több mint 10 évig élek meg jövőszak, és az volt a kérdés, ha én csinálom itt a tógazda, a német, az angol miatt, a foglalás miatt. Az mindig a cél volt, egy tó, tudunk pici videázni a tó, tudom. Rengeteg nagyhaj van benne, és az nekem az élet. Hát egész nap a tóparton vagyok, tudom beszélni az ember, tudom segíteni, szívesen tudom segíteni, és én jobban örülök most már lassan. Az ember fog hal, nem én fogom a halok, és ott lehet fejlődni, lehet tovább tanulni az egész horgász. Big Carp Lake, ugye ez a tó neve, a név kötelez? Tehát ezek szerint ez nagy... kötelez, ja. A kb. 500 darab nagy testű hal van benne, több mint 100 darab, 20 fölötti csipelve. Ha van még benne halak, mit idén fogtunk, 20-22 kilométer nem volt benne csip, az már régi, ős halak van benne. Ha lassan már 30 kiló, tavaly volt 29 kiló, 28 kiló idén volt, az már lassan 30 kiló, és van egy szerződés, most egy olasz halnevelő cég. Elvileg júni, júli kapunk még 5 darab 30 fölötti, 32-35 kiló. Tok is van benne, olyan 50 kilóig tok, vagy nekem a célhal az a poncs. Kói is van benne, és rablóhal egy csomó. Csuka is van benne, olyan 15-16 kg csuka is van benne. Tehát, ahogy mondtad, ragadozó halak is vannak a tóban, így gondolom pergető horgászatra is van lehetőség. Így nekik is, illetve önöknek is érdemes megfogadni két rutinos pergető horgász tanácsait. Csónakos horgászatnál, csónakos pergetésnél nagyon nem mindegy, hogy ki irányítja a csónakot. Azért nyilvánvalóan, mert nem mindegy, hogy milyen szögben állunk a parttal, hogy adunk lehetőséget mindkét horgásznak ahhoz, hogy optimálisan meghorgássza a megcélzott területet. Ez különösen nehéz olyan időszakban, mint a mostani is, amikor forog a szél, úgyhogy aki a csónakot irányítja, ugye a Bandi barátom, neki most különösen kemény feladata van, mert a horgászat mellett állandóan egyrészt be kell forgatni a csónakot, másrészt pedig próbálunk egy olyan távolságot tartani, ami még megdobható a part, de nem jó nagyon rácsúszni, mert akkor megzavarjuk a halakat. Jelenleg 10-12 fokos a víz, amiben horgászunk. Ez már hidegnek nem nevezhető, de nem is meleg. Ezért az ember nem jelentheti ki azt, hogy csak a nagyon lassú, vagy csak az ütemes vezetés lehet jó. Ezért ki kell próbálni többféle vezetési stílust. Akár 3-4 másodperces szüneteket is beiktathatunk a csali vezetésbe. Lebegő wobbler lévén az ott megáll azon a szinten, ahol éppen járt. És sokszor ez a megállás és a megállásból való elindulás váltja ki a csukából vagy a ragadozóból azt az ingert, hogy igenis ő nekiugrik és megpróbálja elkapni. Azt, hogy a csali mely vízrétegbe járjon, nagyban befolyásolni tudjuk a bot tartásának a szögével. Ha sekélyben húzzuk, akkor kifejezetten fölfelé ütögetve szerintem egy ilyen fél méteres vízmélységben is el lehet szépen vezetni. Viszont ha leszeretném húzni másfél méterre, akkor néhány dinamikusabb, erőteljesebb húzással még a dobás elején le lehet húzni arra a mélyebb mélységre is, amit kigondoltunk. Úgyhogy ezzel a technikával egészen a fél métertől a másfél-két méteres vízmélységig szépen át lehet pásztázni a vízoszlopot. Gyakran szokták kérdezni, hogy milyen távolságról dobáljanak akadókat, partot. És hát erre lehet egy egyszerű választ adni olyan messziről, ahonnan még nagy biztonsággal meg tudjuk dobni a célt. De ez azért egy kicsit összetettebb kérdés. Gyakorlatilag itt hónapok óta nem pergetett senki, tehát a halak nem nagyon vannak hozzászokva a csónakázáshoz. A víz letisztult a télen, törekedni kell arra, hogy amennyire lehet messziről dobjuk meg a helyeket,
viszont mivel elég akadós a part, ezért pontosan is kell dobni, mert nem akarjuk azt, hogy a horogszabadítás miatt oda kelljen menni és szétdíbolni az esetleges akadókat. Ha zavarosabb lenne a víz, akkor lehet természetesen közelebb is menni, aztán majd a halak válaszolnak, hogy érdemes-e, hajlandó-e kell úgyis felvenni a csalit, vagy óvatosabbak és kell egy nagyobb távolságot tartani, ez mindig kiderül az adott helyen. Azt szokták mondani, hogy olyan helyre érdemes dobni, ami pókhálós, mert azt még nem dobták mostanában, úgyhogy ezeket a pókhálós helyeket keressük. Lehetőleg minél mélyebben az akadóban, minél közelebb ahhoz a helyhez, ahol sejtjük őket. Halak! Bizony, bizony! Hát rávarta magát. Adom. Lehet, hogy jól éreztem az előbb. Elég aprócska. Ki miért érdemel? Már nincs benne. Már nincs benne. Nézzek, milyen vékonyan eszik. Igen, ez jó is, hogy látjuk legalább, hogy meg lehet mutatni, hogy mire a csónakhoz ért, már nagyon vékonyan akadt. Ugye ez egy védett horgos megoldás volt, és hát ez mennyi lehet? Ez lehet egy nyaras. Hát egy nyaras, igen. És csak itt van egy, ezt megmutatjuk, egy érdekes dolog. Itt. Elkapta valami hátul. De egyébként egy szép kis egészséges, érdemes belenézni még a szájába, hogy ugye lenne azért a szájpadlásán egy olyan pár száz fog, tehát nem csak itt a szélén vannak fogak, hanem végig a szájpadlásán két vonalban, több sorban. Úgyhogy ami itt bemegy, az kifelé nem nagyon jön a kis csuka száján. Visszatérve a taktikánkra, ugye szél fújt, a partot dobtunk rendületlenül eddig, és most végre egy apróság jutalmazta a hidegfrontos erőlködésünket, úgyhogy sikerült kiegyenlítenem. Már nincs arányban a Bandi halával ez a hal, de darab-darab, úgyhogy a fish is a fish is a fish, ahogy az angol mondja, úgyhogy mindegyik számít, teszem vissza és folytatjuk. Angolos a minimál design, nagyon nagy az egyszerűség, ennyi elég is a horgászathoz, egy-egy horgászbot, illetve merítő. Hát nem szerettük volna igazából túlzásba vinni. Ismerősünktől érdeklődtünk a tóval kapcsolatban, Facebookon láttuk, és hát úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne eljönni ide, és kiváltottuk a tagságot. Tegnap este érkeztünk, ilyen 4-5 fele, délután inkább, és akkor kezdtük el felcsalizni a végszerelékeinket, gyúrtunk erre a horgásztúrára saját fűszeres jellegű bojlikat, meg egy ilyen fűszeres édes jellegű bojlit, azokkal próbálkozunk, és ez mellett még halibut pellettel. Az első halunk az 1850-es volt, halibut pelletre, süllyedőre, nem könnyítettük ki. A következő hajnali 2 fele érkezett, ő 12,5 kg-os volt, mind a kettő töves volt, és 6 óra fele hajnalban szintén érkezett még egy másik töves, ő 15,5 kg-t nyomott. Nem csak bojlival érdemes horgászni, hanem akár pellettel is. Mennyire érdemes megvariálni a végszereléket? Hát van egy ilyen szép szerelékünk, ez egy sima, egyszerűen durván 120 centis lítkorból áll, amire egy 120 g-os grippaolmot tettünk fel, amit ráhúztunk a forgókapocsra, aminek kell egy rántás, hogy eljöjjön. Ez maga az akadás biztosítja a hal számára, amikor kapás megtörtént. Ez egy olyan körülbelül 20 centis előke lehet, amin 2 darab 20 mm-es halibut pelletet kínáltunk fel, és erre jött az egyik halunk, a 12,5 kg-os. Köszönöm szépen! Fiatal titánok után most következzék egy feltörekvő tehetség Kecskemétről, Fazekas Bendegúz. Biztosra veszem, hogy mindenkinek a Bakterház Bendegúza jut az eszébe, és nem is állnak túl messzire a megoldástól, hiszen főszereplőnk is színészi babérokra tör. Mi mégis horgász tehetsége okán követtük. A kecskeméti Katona József Színház művészeinek, Magyar Évának és Fazakas Gézának a 6. osztályos kisfiát, Bendegúzt már több filmben és színházi előadásban is láthatta a közönség. A Tasnádi István regényéből készült moziban, a Kőmajmok házában az egyik főszerepet alakította. Thank you.
Ide figyelj, öcsi! Krisztal tiszta a gyagya, mert vízes te. Az agya. Bemutatom, lüke alatt. Azt mondtam, abba hagyod! Hé, mit csinál? Az az enyém! Ellopta! Bár Bendegúz sorra kapja az újabb és újabb szerepeket, az igazi hobbija nem a színészet, hanem a horgászat. Egy Eger melletti faluban, tófaluban folyik a Tarna-patak, és először ott kezdtem el domolykózni, küszözni, és utána egyre többet jártam, egyre jobban érdekelt, elkezdtünk tavakra is járni, meglett az első féderbotom, és azóta ez a hobbim és a szenvedélyem. Az első bot mellett ma már körülbelül 20 másik sorakozik, és Bendegúz minden szabad percét a horgászattal tölti. Ha nem a vízparton pecázik, akkor a különféle technikákról és felszerelésekről gyűjt információkat. Főleg a féder technika a kedvencem. Ezt tartom a legérdekesebbnek, a finom szerelékes horgászat híve vagyok, szóval bármikor horgászok, törekszem hogy arra, hogy mindig finomabb és finomabb felszereléssel tudjak horgászni. Amit tudtam, elolvastam, szóval könyveket, újságokat, interneten is nagyon sokat tájékozódtam. Rengeteg horgászfilmet néztem tévében, meg interneten, és innen szedtem össze a tudásomat. Kész is van. Mert igazából Walter Tamás, akinek a horgászata nagyon érdekel és nagyon megragadott. Bendegúz már sok szép fogással büszkélkedhet. Az évek során már több emlékezetes zsákmány akadt a horgára. A legbüszkébb talán egy 5 kg 71 dekes tokra vagyok, de ami még a büszkeségembe beleszámít, azok a két szompó, amit fogtam. Egyik az 86 deka, másik az pedig 43 volt. Bendegúz elindított egy YouTube csatornát, ahová kis videókat tölt föl, természetesen a horgászoknak szánt praktikákról. Szülei annyi időt még sosem töltöttek a vízparton, mint amennyit az elmúlt 4 évben. A lavinát egy nádból készített bot indította el, amit az édesapja készített Bendegúznak. Amikor kicsi volt, elvittem a Tarnára egy ilyen nádpálcával, hogy örömet szerezzek neki, akkor még talán nem is horgázgatott, csak nézte. Következőben még egyszer elmentünk, és akkor fogott vagy két ilyen szélhajtóküszt, és utána beindult, de úgyhogy nem lehetett leállítani. Az elmúlt 4 évben csak erről szólt minden. Tehát minden második mondata, mondjuk, hogyha elosztjuk a napi beszédét, az erről szól. Már könyörgök neki sokszor, hogy hagyja abba, hogy beszéljünk valami másról is. Tehát ez így van már, vagy 4 éve. Versenyben vagyunk az idén, tehát hogy ki fog több halat. Közös horgászatokkor összesítjük, hogy ki fog több halat. Ez a idei terv, úgyhogy ezt próbálom most megnyerni, ezt a versenyt. Bendegúz legtöbbször Bács-Kiskun és Heves megye horgászvizein pecázik a szüleivel. Nagy kedvence a Tiszató és a Maconkai víztározó. Már-már a nyárra is van egy filmes felkérése, ősztől pedig ismét játszik a Kecskeméti Teátrumban. Mégsem a színészi pálya az álma. Állatorvos szeretnék lenni, vagy halbiológus, de nagyon szeretnék horgászattal foglalkozni felnőtt koromban. Filmszerepek helyett pedig arról álmodik, hogy bizony jó lenne még egy light féderbot. Vasárnap gyermeknap, erre gondolom sokan készülnek, de hogyha nincsen egyéb programjuk, akkor már is kínálok egyet. Holnap indul és vasárnapig tart a 3. Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztivál. Hogy miért érdemes kilátogatni, azt a fesztivál házi asszonya mondja el nekünk. A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 3. alkalommal kerül megrendezésre Gödöllőn, 2017. május 26 és 28-a között.
Ez a gyermeknapi hosszú hétvége, amikor természet- és környezetvédelmi programokkal várjuk a családokat és a diákokat. A pénteki napunk a 26. diáknap. Már jelenleg is regisztrált több mint 1400 gyerek, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk őket ismét. A fővetítési helyszínünk a Királyi Kastély lovardája, ahol három vetítőteremben lesznek párhuzamosan különböző filmek, egészen reggel 8 órától. A filmvetítések közben, illetve azzal párhuzamosan a családok és a gyerekek, a csoportok az alsó parkban, amely a kastéllyal szemben található, természet- és környezetvédelmi szemléletformáló programok lesznek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy szórakoztató formában körülbelül 40 szakmai partnerünk állít ki. A nemzeti parkoktól kezdve a szelektív hulladékgyűjtésben dolgozó intézmények, társadalmi szervezetek, de lesznek mindenféle edukációs programok annak érdekében, hogy az embereket minél közelebb hozzuk a természet megismeréséhez és a környezetvédelemhez. Legyünk gondosabbak a világunkkal, hogy élvezhessük még sokáig. Azt gondoljuk, hogy a filmek egy nagyon jó alapot teremtenek mindehhez, különleges tájakról, különleges nézőpontokról adnak információt, és ezért széles vásznon nézni egy természetfilmet, az mindig egy nagyon nagy élmény, és nagyon sok ismeretet ad át. Ugyanakkor fontos része a fesztiválunknak, hogy aktivitásra is késztessük a résztvevőket, tehát amikor a vetítőtermekből kijönnek, akkor lehetőségük legyen a gyerekeknek a saját kezükkel megfogni, megtapasztalni dolgokat. Az idei nevezésre 58 országból közel 300 film érkezett, ami nagyon nagy szám és nagyon nagy elismerése ennek a nagyon fiatal fesztiválnak, hiszen 2015-ben hirdettük meg először. Két filmszemlénk van, a Nemzetközi Filmszemle és a Kárpát-medencei Filmszemle. A Siklódi hármas határ felé tekint be, ott van, aki igaz szívből szerep. Nagyon érdekes és tanulságosak a filmek. Igyekszünk olyan filmeket vetíteni, amik a televíziókban kevésbé kapnak teret. Nagyon nagy alkotások érkeztek. A Kárpát-medencei filmszemle mindig egy különleges, hiszen a saját országunkat és környező országainkat mutatja be. Ugyanakkor a természetfilmesek és a dokumentumfilmesek szempontjából, szemszögéből. A Nemzetközi Filmszemlében pedig hát velünk van David Attenborough új filmje, ami egy hatalmas nagy elismerés a fesztiválnak. De hát számtalan, kevésbé ismert talán, de nagyon értékes alkotások, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy éljen a lehetőséggel, és ebben a három napban használja ki az ingyenes vetítéseket. As dusk gives way to twilight, the encroaching darkness is lit by life. These dancing lights around me are produced by fireflies, creatures that have the strange ability to produce light. They bioluminesce. And fireflies are not alone. Scientists are finding ever more strange and wonderful glowing life forms all around the world. Living light has always fascinated me. And the discovery of more and more luminous creatures raises more and more questions. Why? What is the light for? And how is it made? Mai adásunkban is bemutattunk már fiatal tehetséget. Ez a könyv az épp olvasni tudóknak hozhatja meg a kedvet a horgászathoz. Dr. Leffler King a könyvével első ízben a Gödöllői Filmfesztiválon találkozhatnak a szülők, mindenképpen gondoljanak kisiskolás gyermekükre, hiszen nagyon sok hasznos tudnivaló van ebben a könyvben, a víz alatti világgal kapcsolatban, illetve a halak életmódjával kapcsolatban. Sokat nyerhetnek vele, és nyerhetnek önök is, csak helyesen kell válaszolni a Pecatúra hónap kérdésére. Írják meg nekünk, hogy legalább mekkorának kell lenni annak a harcsának, amelyet akár a tilalmi időszak alatt is megtarthatnak, persze, hogyha megfogják. Válaszaikat a képernyő alján látható elérhetőségünkre várjuk nevük és pontos címük megjelölésével. Mutatjuk nyereményeiket. A szerencsés nyertes ebben a hónapban a Walter Land Áruházak Monta Method féderbottyával, a Dovit 10 000 forint értékű etetőanyag utalványával,
valamint a Kolmics jóvoltából egy 10 000 forint értékű Heraklész Wobler családdal lesz gazdagabb. Biztos vagyok abban, hogy mai adásunk után egyre többen fognak Dunavarsányba látogatni, mert érdemes. Ha a Pecatúra stábjával tartanak, garantáltak a halkalandok, egy hét múlva ismét találkozunk az M4 Sporton. Menjenek minél többet pecázni, használják ki a jó időt, görbüljön. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszlát!